Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Szolotún kantonból érkeztünk. Régóta fejfájást okozott nekem is, hogy magyar termékeket találjak Svájcban, mivel hentes vagyok. Ezért jött az ötlet, hogy megpróbáljuk mi magyar termékeket eljutatni hozzátok. Szolotún kantonban egy svájci húsboltban dolgozom már 5 éve, és igazából 2 éve kezdtük el ezt a szállítást Svájc területén. Nagyházi Delikatesse a nevünk. Füstölt kolbász, sütőkolbász, mindenféle, ami füstöléssel készült. Mindenféle terméket gyártunk. Csabi a barátom, és ő volt a drága. Már nem az első alkalom, hogy közösen lángos csinálunk. A magyar kispályás futballbajnokságon is, és le a kalappa előtte, hogy ennyi energiája van ezeket csinálni, szóval én szívesen segítek, hogy színesebbé tegyük ezt a magyar napot, jó? Zserai Gabriela vagyok, a varónő. A kínálatom a széles körű, mivel hogy hímzek is, varok is, javítok is. Széles körű, mert mindig igyekszek a szezonnak megfelelő dolgokat készíteni, de amúgy minden nem ebbet keresni, tehát egyedi kéréseket is teljesítek. András Kati vagyok, kokas foglalkozást tartok Adlisville-be, és meghívtak ide a magyar napra is, hogy egy kis foglalkozást tartsak gyerekeknek. Nagyon nagy örömmel csináltam, és örültem, hogy a gyerekek is szeretik. Pár mondókát mondtuk, játszottunk, és a tavaszi szél vizet áraszt dallal játszottunk. Volt mérges szelünk, volt vidám, boldog, simogatós szelünk. Nagyon kreatívak voltak a gyerekek. Ezen kívül színeztek is lelkesen, miközben zenét hallgattak, és készítettem még nekik ezt kis ilyen hajtogatós lapocskát a tulipánból. Paprika, paprikából Jancsika, Jancsikából kiskirály, kiskirályból tulipán. Nagy Krisztinának hívnak, Felvidékről jöttem. Nekem a munkám ugyanez, mint amit itt csinálok, mi magánvállalkozó, most januártól már hivatalosan is. A pogácsáktól, a süteményektől, a házi rétesig mindenféle fajta finomságot sütök. Hajdú Csaba, mind a fő szervező, a rendező ennek az egész mai napnak, és rám írt, hogy mit szólok hozzá, hogyha eljönnék, és például rétest húzni itt a helyszínen, emberek előtt. Ez nekem öröm volt a számomra, mivel rétes, az nekem a szívem csücske. Megrendelésekre dolgozok. Miskolci Panna vagyok, és matematikusként végeztem, és Svájcban is matematika oktatással foglalkozom, és nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szívügyem ez a terület. Ez nagyon fontos, hogy a matematika oktatása és a matematika szépségeinek bemutatása, és hogy minél több gyereket és embert és családot elérhessek ezzel. Úgyhogy ezért vagyok itt, és már ilyen origamival készültem, úgyhogy a gyerekek már itt hajtogatnak, színeznek, és készültem még ilyenféle logikai játékokkal mára. Gabriela vagyok, aki Szlovákiából érkezett, magyar, és Franciaországban lakok, Svájcban dolgozok, és a festészettel foglalkozok magánidőmben, ezzel törölöm el a hiányát annak, hogy a családom nincsen velem. 2 héttel ezelőtt volt egy kiállításom Genfben, amit Hajdú Csaba ismertetett a bázeli magyarsággal, és adott lehetőséget, hogy itt is kiállítsam a képeimet. Ez a pár kép, amit kiállítottam, ez csak egy kis része annak, amit otthon még vannak, és továbbra is készítek új képeket, ezt meg lehet nézni az oldalamon, a Facebookon, és hogyha valakinek lenne érdeklődése, akkor nyugodtan rám írhat. Székelyföldről Kovászna megye, Sepsiszentgyörről vagyunk. Én nevem Jakab János, és a családommal együtt csináljuk egyelőre hobbi szinten, bizonyára későbbiekben majd bővülünk, de amit csinálunk, az
ajánljuk mindenkinek. Följöttünk egy olyan faszínes kürtös kalacsal, ami hát ritkaság, de viszont garantáltan jobb ízet ad, mint egy elektromosan sült kalacs. Gázom vagyok. Mivel Székelyföldről érkezünk, gondolom, hogy másabban tudjuk kifejezni magunkat, de viszont az, ami jön, a szívből jön. Ahogy csináljuk a kalácsot, ahogy kiszolgáljuk az embereket, az teljes tiszta szívünkből jön, és ajánljuk mindenkinek a Facebookon, a Gobi, Székely Gobi Kürtős Kalács csoportba keresetek fel, ajánljuk mindenkinek az ilyen magyar eseményeket, hogy vegyetek részt, mert egy gyönyörű szép dolog, ami itten zajlik. Annak idején, még a pandémia nem indult be, akkor jött egy olyan ötlet a Radics Ricsi barátommal, aki hentes. Mi lenne, ha olyan bulit csinálnánk, hogyha már úgyis ki van bérelve a hely, ahol napközben is jöhetnek árulni árusok. Ugye alapötletből egy hentes, különböző termékeket állít elő, és mellé még persze tud sütni dolgokat napközben a vendégeknek. Aztán ez továbbfejlődött, és meg is szerveztük tavaly a Magyar Napot. Most, ahogy nyitott a világ februárban, úgy döntöttem, hogy akkor először is csinálok egy ilyen Magyar Napot próbából, ez volt március 12-én. Aztán volt egy nagyon jó buli is, volt egy vacsora, és ennek a sikere folytán döntöttem úgy, hogy csinálok még Magyar Napokat. És akkor meglátjuk majd a folytatásban, mihogy fog sikerülni. Igyekszem úgy, hogy úgy leszervezni a dolgokat, hogy egyfajta áruból ne legyen két árus, hogy ne vegyük el egymás pénzét. Folyamatosan működik büfé, délután 10-től hajnal 4-ig, és úgy körülbelül ennyi, van még hozzá az, hogy ami nem mellékes, hogy itt van a Szántómolnát tetsző, a képen veszi fel a fölvételt, lefelé nézik a sátrára. Mint minden magyar rendezvényre, a jónak lenni jó sátorba is elhoztuk, és jó szívvel kínáljuk a göncruszkai biomézeket. Ezeknek a teljes bevételét a Talentum Református Iskola fenntartására fordítják. Ott a férje az András, velük együtt ott van a bázeli könyvtáros, a Henrietta. Ide lehet behozni könyveket, és egy-két frankos áron lehet elvinni könyveket. Elsősorban várunk gyerek és ifjúsági könyveket, de jöhetnek felnőtt könyvek is, magyar könyvek legyenek. Ugyanitt lehet leadni adományokat, ruhákat, játékokat, ezek gyerekruhák, gyerekjátékok, adományok mennek a Határtalan Segítség Alapítvány szervezésében, határon túlra, határon innenre, árvaházakba és gyermekotthonokba. Ugyancsak itt van az egyik aktivistájuk, a Mester Jani, aki most a kis buszával elhozott a gyerekeknek egy csomó biciklit, gokartot, különböző gyermekjárműveket, amit a gyerekek kikölcsönözhetnek, és itt játszhatnak, van itt lent egy elég nagy parc, ahol ezek a gyerekek tudnak játszani. Bent van sakk, kártya, malom, gyerektársas játékok, francia kártya is van, nem csak magyar kártya, tehát le lehet ülni egymással beszélgetni, barátkozni. A SPASZ, a svájci amatőr progresszív színpad színjátszói egy csodálatos ünnepi műsort adtak két zenészünkkel, Ihász Máriával és a Tibivel, a tenorra. Aztán pedig szokás szerint csaptunk még egy bulit, és ezzel zárult is a negyedik Magyar Nap. A következő rendezvényeinket már majd a Magyarok-Svájci Egyesülete rendezésében látogathatjátok. Az első tervezet lesz márciusban. Elhozzuk nektek a magyar irodalom égköveit méltó zenei kísérettel. Találkozunk 2023. március 10-én Zürichben, 11-én pedig Bázelban. Ben. Várunk mindenkit szeretettel zenés irodalmi estünkön. Szóval erre számíthattuk elsőként ebben az évben, aztán majd a többit láttuk később.